A San Jacinto városában élő Scott Miller korábban nehezen hitte volna saját sikertörténetét. Ha évekkel ezelőtt, amikor segélyen éltünk, valaki azt mondta volna nekem, hogy a város polgármestere leszek, közöltem volna vele, hogy összetéveszt valakivel. Scott Miller sikerét annak az életvezetésnek köszönheti, amit feleségével már 15 éve gyakorolnak. Biztos vagyok benne, hogy az adás adta meg a kulcsot. Ez hozott kitörést a helyzetemből. Munkanélkül segélyből kellett gondoskodni a feleségéről és 5 gyermekéről. A gondok akkor kezdődtek, amikor elbocsátották a légitársaságnál biztosnak gondolt állásából. 5 gyerekünk volt, a 2 legkisebbet még pelenkázni kellett. Kérdésessé vált a megélhetésünk. Elkezdtem munkát keresni. Nehéz helyzet volt, hiszen mindig keményen dolgoztam, és most ebből estem ki. A házaspár spórolni kezdett, egy mobil lakókonténerbe költözött, és beállt az élelmiszerjegyesek sorába. Volt egy kuponfüzetünk, és ha fizettünk, le kellett tépni a 10 dolláros szelvényt. Nagyon megalázó volt. A gyülekezetükben hallották azt az üzenetet, ami végül anyagi forráshoz vezetett. Elkezdtük megérteni, hogy az Úr azt szeretné, hogyha adakozó emberek lennénk, hogy így a szükségeink felett is megáldjon minket. Nem tudtam, miként adhatnánk, de hittem, hogy Isten beszéde igaz. Elkezdtek tizedet fizetni a gyülekezetükben, sőt, még ételadományokra is adakoztak. Kezdtük felismerni, hogy Isten másként gondolkozik. A változás lassan mutatkozott. Scott egyre nyugtalanabb lett. Milyen jövő vár így rám? Lesz-e valaha változás? A következő évek során Scott és Linda hűségesen fizette a tizedet, és ezen felül csatlakoztak a 700-as klub adakozói táborához is. Rövidesen Scott egyre több szerződéses munkát kapott. Apró változásokat tapasztaltam. Isten kijelentést adott az adakozásról, és arról, hogy ebben próbáljuk meg őt. Végül teljes idejű informatikus mérnöki állást kapott. A pár többé nem szorult segélyre, és a lakókocsit is lecserélhették egy új házra, a gyönyörű San Jacinto völgyben. Hosszú út volt, és abban folyamatos növekedés. Nem azonnal jutottam az élelmiszerjegyektől a munkához, hanem kis lépésenként tanított meg Isten a hitben való járásra, és az egyre nagyobb bizalom gyakorlására. Kétszer is előléptették. A nagyobb jövedelem nagyobb adakozást is jelentett Milleréknél. A CBN-nek adakozni remek befektetés volt. Ma már el sem tudnám képzelni, hogy ne adakozzak. Jó látni, hogy egy nagyszerű cél számára adunk, mert nyilvánvaló a bizonyítéka. 2010-ben Scottot Isten kegyelméből San Jacinto polgármesterének választották. Ma is városát szolgálja, mint polgármester helyettes. Ha adakozunk, Isten megáldja a kezünk munkáját, és azt, ami a kezünkben van, és csodálatos dolgokat ér el ezzel. Az első lecke, amit a tizedfizetésről meg kell tanulni, hogy Isten nem elvenni akar tőlünk, hanem adni akar nekünk.